az a jó sunkoló, nekem sunkoló, de nem értek németül. Attól csukbox, akkor nem értem, amit mondtam. Érted? Mutassam, hogy nem értek, érted? Halló, halló, így figyelj, érted! Figyelj! Jó. Gyere majd szám! Mi van? Egyetlen szóra se tartott érdemesnek. Ó, Maxi, Maxi, Maxi! Ó, Maxi, Maxi, Maxi! Nyomorult Brown. Két lábon járó lelki furdalás. És egy ilyen akar országos rendőrfőkapitány lenni? Jól tettem, hogy nem szóltam hozzá. Egy mélységes lesújtó pillantás. Egészében borzongatta meg a gerincét. Talán ránéztem és... Ránéztem és ő keserű könnyeket ontott. A Bibliából vettem ezt a... trükköt. Most felügyelőt feltételezem, hogy ezek a leghangosabb bilincsei. Szíves engedelmével csendes ebbeket kérek. Nézze, kapitány! Áraink a lehető legváltozatosabbak. Hát minden attól függ, hogy miért óhajt viselni. És a semmihez sem óhajtok? Jó, hát a semmihez sem. Mi az, hogy sem? Na te gáz! Öt. Tíz. Tizenöt. Húsz. Huszonöt. Harminc. Harmincöt. Negyven. Negyvenöt. Ötven. Ötvenöt. Ötven! Ötvenöt! Ötven! A Brown megtudja, hogy kikezdtem a lányával, akkor valóban tigrissé változik. Kivinteti ágyát. Akkor ötvenöt. Ötven! Hatva! Ötven! Pedig biztosan eljön az a cafka. Mondhatom, szép napoknak nézek elébe a kivégzésemig. Hát élet ez, mit életnek nevezni? Csak annak kellemes, aki jól él. Pár szónok volnak mindenféle bölcset, hogy boldogabb egy kunyhóban az élet, hogy szentek mindig nagy nyomorban élnek, hogy vacsorán
Aki rendület nem ül a párnán, s nem említi soha a menő kárkán, de démonokkal harcol éjszakánként, mert mind egy lóegyvét volt a kép, és mindegyik köré egy párci pál, s nem lennán volt álluk megrál, mert rékukás vagy majd hajna vég. Bármit beszéltek, mondták mi a cél, mert kellemes csak a lévetél. És hány van, aki járatja a száját, és mindig mindent megjósol előre. Nem, 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 nem,
Ez már a hasonlata! Lehet ilyet kapni szélfúvástól, ha? Nem látsz a szemedről, ha? He? 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 He?
nem mutogat, nem mostog beszélni, hangcsart, felkeresztem. Nula, vége fogni, Bali! A család tudott volna kis pici kis gyerek! Lucy, nagyszerűen viselkedtél. Köszönöm, drágám. Először azt gondoltad, van némi igazság abban, amit mond, nem igaz? Hallottad, hogyan viselkedett? Igen. Hát egy csábítóval bánik így az anya, nem pedig egy fejével, hát nem. Én úgy szeretlek. Nagyon szeretlek. Úgy szeretlek, hogy szívesebben látnálak az apasztófán lódni, mint egy másik nő karjaitól. Nem különös ez, Max? Pici kisgyermekem, fogom jobb kezébe. Lucy, azt szeretném, ha neked köszönhetném az életem. Ahogy szépen mondtad, mondd még egyszer, drágám. Azt szeretném, Lucy, neked köszönhetném az életemet. Szökjünk együtt, Max. Gyere utána. Azonnal magamhoz hozatlak. Tényleg? Mégpedig gyors postával. Jó, ez jó. Elviheted. Igen. Szervusz. De Maxi! Mondom, szervusz! Maxi! Te! Maxi! Apa? Maxi! Apa? Maxi! Apa! Maxi! Eltűnt, hála a jó Istennek! Vagy úgy! Ide jövök, hogy meglátogassak egy bűnözőt, és ki van itt? Aki? Brown úr! Tigris Brown van itt, és barátja meg is nincs itt. Neki nyilván kimenője van. Pikakut kérem! Erről nem én tehetek! Bizonyára nem. Szépen nézni ki, ha tehetne róla. Hisz olyan helyzetbe hoztál magát, ami elképzelhetetlen, ugye? Brown. Pikakut kérem! Magamon kívül vagyok! Meghiszem azt, pocsékon érezheti magát. Úgy van! A tehetetlenségünk ez az állapot a valósággal bénítóan hat rád! Rémes! Rémes! Nem óhajtad eledőlni kicsit? Mi van? Csak behunja a szemét és úgy tesz, mint a semmi nem történt volna. Képzelje el, hogy egy takaros zöldmezőn sétál, feje fölött fehér felhőpamacsok, és merje ki a fejéből ezeket a... Miket? Szörnyűségeket. Azokat, amelyek megtörténtek, és legfőképpen azokat, amelyek ezután fognak megtörténni majd. Mire gondol? Csodálatos, hogy tartja magát. Ön az ön helyében összezuhannék. Bekusznék az ágyamba, forró teát kortyolgatnék, és legfőképp egy hideg tenyérről gondoskodnék ide, a homlokomra. Kállj, mikor az ördögbe, és hát nem én tehetek arról, hogy ez a ficok megszökött. Ilyen esetekben a rendőrség tehetetlen. Nyilván szóval a rendőrség tehetetlen ilyenkor. Úgy van, tehetetlen. Akkor önnek nem sokára egy pokoli igazságtalanságot kell elszenvednie. Persze, megint azt mondják majd. Mit? Hogy a rendőrség futni hagyta. Ki? Megint tehetetlen. Ki? A rendőrség. És mi lesz akkor, ha a nyomorultak tömege megzavarja? Mi? Koronázási menetet. Ezt hogy? Szabadjon egy történelmi eseményre emlékeztetnem, amely maga idejében Krisztus előtt 1400 környékén közfeltűnés keltett, de már csak kevesen ismerik. Mikor második Ramszesz egyiptomi... Ki? Király elhunyt, az akkori ninivei rendőrfőnök valami csúnya dolgot követett el a város szegényei ellen.
A következmények pokoliak voltak. Ahogy a történelem könyvek említik, Semiramis trónörökösnő koronázási menete a szegények túlságosan élénk részvétele miatt botrányok sorozatába fulladt. A történészek nem győznek csodálkozni azon, milyen kegyetlenül bánt el Semiramis királynő a rendőrfőnökkel. A rendőrfőnökkel? A rendőrfőnökkel. Én nem emlékszem pontosan, de valami... kígyókról volt szó. Kígyók? Melyeket a rendőrfőnöknek kellett a keblén. Mit csinál? Táplálnia. Szegények menete. Kígyó. Koronázás. Rendőrfőnök. Meg a kígyó. Igazán? Az ég legyen. Kivel? Önnel, Brown. Itt már csak álmas készsehitel. Menete. Just is correct! Ez rendben van! Uraim!
Ebben az órában 132 úr dolgozik 11 fiók intézetünkben, a Grulilénytől a Tönfricsig, az ehhez hasonló kis táblák előállításán, hogy részt vegyenek királynőnk koronázás ünnepségén. Gyerünk, gyerünk! Aki nem dolgozik, az ne is kanduljon! Te! Nem te! Te! Te akarsz bok lenni, amikor egy nyomorult kárt sem bírsz leírni? Ez az öreges betű, ez neked gyerekírás! Gyerünk dolgozni! Nyilván nem azért járó pénzért jöttetek, de nem kaptak semmit. Megértettétek? Semmit. Hogyan? Hogy értsük ezt a csáros asszonyt? Benyomultuk a boltomba az éj közepén. Hajnali háromkor felzavartok egy tisztességes házat. Aludjátok inkább a szakmai fáradozásokat, mint a kihant hely. Olyanok vagytok. Szóval... Nem kapjuk meg megkészült kézrekerítésért járó szerződésmárosítani tiszteletdíjunkat, nagyságos asszony. Így igaz, bosszat kaptok. Nobletes te! Nyarocsunk? Pisztáv? Így igaz. De cse! Pács! Pisztáv? És miért, nagyságos asszony? Azért, kis csillagom, mert ez a glaszíkesztyűs kurva pecér, ez a Mekis úr megint meglépett. Oh. És most marsd ki az én tisztességes boltomból. Hölgyeim! Ez minden meg a tetején. Ezt ne csinálja velünk. Nyomatékosan kérem velünk. Ne. Hölgyeim! Ugye távozni óhajtanak? Hadd kérjem meg, hogy ő fogja le azt a mocskos pofáját, mert különben... Ül, hogy elül! Jonathan! Világosabban! Bicska Maxi ül, vagy nem ül? Rikard úr! Maga! Meghíz úr bokájáig sem ér fel. Aljas! Spici! Cigra! Ma éjjel el kellett küldenem egy kulcsaftomat, mert belezokogtam a párnámba, amikor eszembe jutott. Aztán fügyülták odaki, és éppen ő állt az ablakon. A karjaimban akarta elfeledtetni velem azt, hogy elárultam. Menedéket keresett már. És én menedéket adtam neki. Ő az utolsó Jackman a Londonban. Maxi Johnny-nél van, miért vitatkozunk? A pénzt természetesen megkapják. Ezt megismételnék ide. Megkapják. Mit? A pénzt. Elmondaná őről az egész. A pénzt természetesen megkapják. Úgy legyen. Célja, menj és főzek kávét. Mondom, menj és főzek kávét. Egyszerűen elrohadnátok a Szent Csatornába. Álmokat éjszakáimon kiszerződöttem volna. Hogyan csikarhatok ki bennünket a szegénységetekről? Mert én rájöttem, hogy ennek a világnak az urai előidézni ugyan tudják a nyomort, de nézni nem! Mert olyan muják az ostobák, mint ti! Mi van? Holnap bekukantatnak az üzletbe a pénzükért, de csak a koronázás után. Csak a koronázás után. Célia drágám, szóhoz se jutok. Uraim, fél óra múlva gyülekezés a Buckingham palota előtt, értitek? Bújjatok el! Ja! És azt a szót halljátok, hogy ártatlanok! Ártatlanok? Egy szót sem értek. Természetesen te egy szót sem értesz. Tehát azt a szót halljátok, hogy ártatlanok! Kezdjetek el énekelni tűnés! Ja! És most következik! A rendcsinálás! Mr. Kódusok barátja! Smith! Bilincset rá! Ó, az ártatlan táblák közül is van itt néhány. Gyere, a behány militeriser, Grinkert! A katonai önkény áldozata! Ez vagy te, öcs? Nein, ich bin ein Schauspieler, Direktor aus Deutschland! Nem, egy német színészigazgató Németországban. Ja, danke! Jó napot, Braun! Jó napot, Jólad! Ez a Zandes Smith! Ismered valaki közületek? Mert nekem nincs részem abban a gyönyörűségben, hogy ismerhessenek. Nincsen, Braun! Verje már, pofán, Smith! Brown, mielőtt elpakarodna innen, megkérhetném, hogy dugjon végre rács, mint egy bizonyos Mekis. Ez ember megölt. Röhögjön, Smith! Mondja csak, Smith,
Mivel a magyarázza, hogy mindig szabadon szaladgál a Szohóban, ez a híres bűnöző? Mert a maga barátja Brown. Kicsoda? Tigris Brown, nem is én. Megkész, nem is én. Ön élete legkeservesebb órája előtt áll, Brown. Olyan rosszul néz ki, sápat nem parancsol egy kávét? Tudja, a törvényt egyes egyedül azok számára fabrikák, akik nem értik meg, vagy akik parancsoló szükségükben nem bírják betartani őket. És aki ebből a kizsákmányolásból be akarja söpörni a maga morzsáit, annak szigorúan a törvényhez kell igazodnia, Brown. Szóval maga korruptnak tartja a bírói karunkat? Nem, egyáltalán nem, uram, egyáltalán nem. A bíráim teljesen korrektek. Nincs az a pénz, amivel rá lehetne őket venni, hogy igazságosan ítélkezzen. Nincs? Nincs. A szegények legszegényebbjeinek felvonulására fél óra múlva kerül sor, Brown. Így igaz, Pikok. A szegények legszegényebbjei fél óra múlva kezdik meg felvonulásukat téli szállásukra. Az öldbéliben lévő bettembe, Smith, azonnal szedjetek össze mindenkit, akit itt találtok. Az összes itt lapuló hazafi. Ma ilyen Pikok úr megtaláltam a módját. Hogyan menekítsem meg a halálkarmából egy barátom? Egyszerűen kisöpröm ezt a maga koszfészkét. És mindenkit börtönbe csukatok azért, mert... Miért is, Smith? Azért, mert tordulnak az utcán. Hiszen mintha az imént fenyegettél volna meg, hogy ma éjjel a nyakamra, a királynő nyakára küldöd a koldusokat. Na hát, ezeket a koldusokat én most letartóztatom. Ez mind szép és jó, de miféle koldusokat? Hát Brown. Ezeket a kripliket, Smith, azonnal visszük is magunkkal az összes itt lapuló hazafit. Brown, én megmentetem magát egy hebehúgya lépést, de Smith, nézze Brown! Adjon hálát az Úristennek, hogy hozzám vezérelte. Ezeket az embereket letartóztathatja, de ezek az emberek ártatlanok, ártatlanok, ártatlanok! Az ember egy szegény, nem köt, mint az eszegy. Ez nem is szegény! Keresztülvihetetlen. Nézzem! Ön itt csak néhány fiatalembert tartóztathat le, aki királynőn koronázása felett érzett örömükben egy kis állarcot bált rendeztek. Ha majd a valódi nyomorultak jönnek, akkor ezek jönnek. Ön megfeledkezett arról, Brown, milyen iszonyatosan sok a szegény ember. Ha majd azok állnak a templom lépcsőjénél, az nem lesz ünnepi látvány. Tudja, milyen egy fekélyes arc? Hát még 120 fekélyes arc. Aztán a megcsonkítottak a templom bejáratánál. Ezt el kellene kerülnünk, Brown. Persze azt mondja, hogy a rendőrség elbánik velünk szegény emberekkel. De ezt maga sem gondolatja komolyan, Brown. Milyen hatás kell majd, ha nemzeti ünnepünk alkalmával 600 szegény kripli bunkósbot ütnek le? Kedvezőtlen hatás kelt, ocsumány hatás kelt. Az embernek hányni volna kedve? Elhagy az erőm, Brown, ha erre gondolok. Ez fenyegetés. Ez zsarolás. Ez ellen az ember ellen semmit sem tehetünk? Smith? Ez ellen az ember ellen, a közrend védelmének érdekében nem tehetünk semmit? Ilyen még sohasem fordult elő. Nézze, Brown, mondok valamit. Anglia királynőjével úgy bánhat, ahogy magának tetszik. De London legszegényebb emberének nem léphet a tyúk szemére, mert a gatyája barna lesz, Brown. Egy szóval tartóztassam le, Bicska Max. Tartóztassam le. Könnyű azt mondani, de hát ahhoz először el kell kapni, csak azután tartóztathatom le. Uram, hát ezt mondja, nincs ellenvetésem. Akkor a kezére adom ezt az embert. Hadd lássuk, van-e még az erkölcsnek esélye ebben az országban? Célia?
Célia, hol is lakik Jenny? Oxford Street 21. Swiss. Most azonnal menjetek az Oxford Street 21-be, és tartóztassátok le neki szkaptát. Nekem nézzék, és vigyétek az Old Bailey-ben lévő börtönbe. Nekem nézzék, nekem még fel kell venni a díszegyenruhámat. Igen, főnök, igen, igen. Brown, ha 6 órakor nem ló. Bocsáss meg, Maxi. Én mindent megpróbáltam, de sajnos nem sikerült. Ebből okulhat, Brown.